Hamarosan érkeznek a karácsonyi filmek, és bizonyára jól tudod már, nincs karácsony Kevin nélkül. A Reszkesetek betörők az egyik legnépszerűbb film, melyet az ünnepek közelettével sokan újra megnéznek. Bizonyára te is számtalanszor láttad már, de vajon a filmben megbújó hibákat is észrevetted? Ha nem, akkor most lehetőséged lesz rá, ugyanis mielőtt lerántanám a leplet az adott jelenetben látható hibáról, neked is lehetőséged lesz arra, hogy észrevedd magadtól. Ebben a videóban azokat a hibákat szeretném bemutatni, melyek a legkevésbé ismertek a Reszkesetek betörők első és második részéből. Már a film elején láthatunk egy igen érdekes hibát, ami nem feltétlenül hiba, de most nem is mondom el, hogy miért. Nézd meg a jelenetet és találd ki, hogy mi az a hiba, ami nem is hiba. A hiba, vagy inkább a szándékos baki az volt, hogy kétszer játszották le ugyanazt a jelenetet. Egyik nagy kedvencem ez a jelenet, de bevallom, magamtól erre a bakira nem jöttem volna rá. Mindig viccesnek találtam ezt a jelenetet, ahogy a kisfiúra rálökik a széket, de megfigyelhető, hogy az egyik vágásnál még ott van a szék mögött, a másiknál pedig már hűlt helye, majd hirtelen újra ott van a szék mögött. A következő jelenet a második részben látható, amikor is Kevin a taxi ablakából szemléli a számára teljesen új világot. Nagyon jó megfigyelőnek kell lenned, hogy erre a hibára rájöjj, így most adok még egy esélyt. Azon kívül, hogy a tégladobós jelenet nagy-nagy valószínűséggel halálos lenne, egy kis baki is látható benne. A színész homlokán látható, hogy már ott van a téglának a nyoma, amit még rá sem dobtak. Szintén ez is az egyik kedvenc jelenetem. Az egyik vágásnál jól látható, hogy már szorosan hátra húzta a haját a fülvédővel,
azonban a következő vágásnál már a haja teljesen más. Most térjünk vissza újra az első részhez. Bizonyára emlékszel arra, amikor Kevin úgy dönt, felállítja magának a saját karácsonyfáját, kimegy a kertbe és levágja a fa tetejét. Észrevetted azonban, hogy a két fának a mérete és a formája sem egészen stimmel. Az a fa, melyet a földön húzva visz be a lakásba, sokkal kisebb, mint a fa a lakásban, és meglátásom szerint a lakásban látható fa, mintha dúsabb és szebb is lenne. Ez a jelenet igazán klassz volt, de ha megállítjuk egy pillanatra, akkor tökéletesen látszik, hogy amennyiben Kevin így siklott volna le a lépcsőn, úgy minden valószínűséggel a falnak ütközött volna, és akkor az ajtót, mely időközben magától kinyílt, nem is említettem még. Két baki, egy jelenetben. Most lassítva is megmutatom. Mi ezzel a hiba? Tulajdonképpen nem sok, csupán annyi, hogy jól látható, hogy a színész térdvédőt visel a ruhája alatt. Ezt a bakit azonban nézzük el, hiszen ez legyen a legkisebb gond, ráadásul nem is annyira észrevehető, bár most, hogy megmutattam... Nyilvánvalóan a színész a sérülések elkerülése véget kapta a térdvédőt, ezt bocsássuk meg neki. És zárásul még egy baki az első részből. Egymás mellé teszem a jeleneteket. Valószínűleg rájöttél, hogy a hiba a nadrággal van. A filmben több baki is látható, de én ezeket a hibákat gyűjtöttem össze. Írd meg kommentben, hogy a 11 bakiból mennyit sikerült észrevenned.